Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez még nem a hivatalos kezdés. Tekintettel, hogy interneten közvetítjük a ma estét, és ugyanúgy, mint a múltkorit, és a legközelebbieket is, fogjuk élő, egyenes adásban adni. Hála Isten a TAR Kft.-nek és az Optel Kft.-nek köszönhetően erre a lehetőségünk megvan. Megkaptuk ezt az ajándékot, illetve támogatást. Így aztán, akinek csak ismerőse van, nyugodtan küldje tovább e-mailben a léleképítő alkalmakat. Közösségben lehetünk, együtt lehetünk mindannyian, egy időben. Azért kezdtem el az információkat így közölni, hogy mindez ne legyen az élő internetes adásban teljesen fölösleges azzal, addig ők zenét hallanak. Minden esetre Bogár László könyvét önök majd a végén megvásárolhatják hátul a könyves polcnál, és ott többféle kiadványunk van. Van ingyenes, illetve van természetesen többféle DVD, film, illetve könyv. A trianoni szemlének díszkiadása, az előző évek összessége, összegyűjtve azokat is megvásárolhatják. Kérem, nyugodtan éljenek a lehetőséggel. Ezek nem mindig és nem mindenhol kapható kiadványok. Tehát a léleképítő azért mindig plusz lehetőséget ad az Alexandra könyvesbolt mellett, hogy szellemi, lelki táplálékot az emberek magukhoz vegyenek, és még azt szeretném kérni önöktől, hogy a végén, hogy folytatódhasson a léleképítő, tegyék meg, hogy segítik a munkánkat azzal, hogy kiki a maga képességéhez, lehetőségéhez, jó szívéhez képest úgy támogat bennünket, ahogyan tud a kiáratnál. Köszönöm szépen, ennyi lett volna az előzetes információ. Talán, de az már az internetre is tartozik, hogy ki lesz legközelebb. Akkor még egyszer jó estét kívánok mindenkinek. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a léleképítő sorozatom. Dr. Tóth Csaba, Attila a nevem, és ma este Bogár László közgazdászokat fogjuk hallani. Kérlek, tanár úr, fáradj ide előre. Köszöntjük őt nagyon nagy szeretettel. És köszöntjük sok szeretettel innen Szekszárdról, a Garai János Gimnázium dísztermében mindazokat, a nézőket, akik az interneten keresztül, hála a TAR Kft.-nek és az Optel Kft.-nek, szekszárdi vállalkozók, akik lehetőséget biztosítottak arra, hogy ez a program menjen az interneten keresztül, és önök is láthassák. Farkas Jánosnak is köszönjük a segítséget, ő egy szekszárdi barátunk. Köszöntjük önöket távol Ausztráliában, Kanadában, Amerikában, de akár a szomszéd településen, vagy akár itt Szekszárdon, aki nem tudott eljönni. Érezzék jól magukat, és tanuljanak sokat! Szeretném a legközelebbi alkalmainkat jelezni önök felé. Május 14-i dátumot írják fel maguknak fejükben, vagy papírra, bárhová, hogy Varga Istvánt hívtam meg, akit lehet, hogy ismernek, így név szerint lehet, hogy nem ugrik be azonnal, de ha megmutatnám a soproni kékfrankot, vagy a balatoni koronát, mint helyi pénzt, akkor önök már biztos sejtik, hogy kiről is van szó. Arról a tulajdonképpen közgazdász, nem végzettségű, de az ő édesapja a Tudományos Akadémiának egy híres közgazdásza volt, ő viszont mérnök lett, de a helyi pénzzel kapcsolatosan nagyon sokat kutatott és segítette azt, hogy létrejöhessen ez a lehetőség, amely Szekszárdnak és környékének is lehetősége lehet, nem húzza ki a válságból, nem húzza ki a csávából a településeket, az országot,
De minden esetre, akik nem engedik meg Magyarországnak, hogy forintot nyomjon, ezért pénz szűke legyen, egy helyi település megteheti, hogy pénzt bocsájt ki, és helyi szinten a pénz szűkét lehet csökkenteni vele. Tehát, hogy milyen lehetőségek rejlenek, előnyök, hátrányok a helyi pénz kérdésében, május 14-én Varga István fog erről beszélni, jöjjenek, hívjanak vállalkozókat is, akik esetleg ebben a kérdésben még érdekeltek lehetnek is, de reméljük, hogy tanár úr erre egy kicsit majd reagálni fog és beszélni fog erről. Júniusban a június 4-éhez kapcsolódó trianoni megemlékezésekről bizonyára értesülnek majd, ezért nem 4-ére, ami hétfői napon szokott, vagy a léleképítő hétfői napon szokott lenni, nem 4-én lesz, hanem valószínűleg 5-én, 6-án vagy 7-én attól függ, hogy Helyei László, színművész, mikorra tudja elfogadni a meghívást, és akkor ő fog vallani. Nem produkciót kívánunk soha, még egy színésztől, egy énekestől sem. Önök ezt megszokták Kubik Annától, Cseh Tamástól, és a többi nagynevű léleképítőn már járt embertől, hogy nem vidékre jönnek haknézni, ha szabad ilyen csúnya szót mondani, hanem vallanak az életről, arról, hogy miért érdemes küszködni, kapaszkodni, és hogy léleképítő legyen az, amit ők akkor mondanak és előadnak. A ma estének is léleképítő a lényege, amely azt a címet kapta, hogy merre tovább Magyarország. És hogy erre Bogár László mi mindent fog elmondani, mi is kíváncsiak vagyunk, de hogy mit kívánunk, hogy merre tovább Magyarország, hallgassuk meg kezdésként, és aztán átadom a mikrofont tanár úrnak, Vesztergám Miklós barátomat, aki tárogatón fogja eljátszani a Szép vagy Gyönyörű vagy Magyarországot, mert szeretnénk egy szép, gyönyörű Magyarországot, az irány fogja mutatni. És még annyit hozzá tenni, hogy az elkövetkezendő héten, illetve ezen a héten, bocsánat, tehát az elkövetkezendő napokban egy koncert sorozatot, rendkívüli léleképítő koncert sorozatot indítottunk el, holnapi napon Baján, csütörtökön Gyönkön, pénteken itt Szekszárdon a Béla téri megyeháza, volt megyeháza dísztermében, erre hívom szekszárdi honfitársainkat leginkább, és szombaton pedig Bonyhádon lesz Vesztergám Miklós előadásában másfél órás tárogatós koncert a Fili javára. Hogy mi az a Fili? Nagyon röviden, Szentegyházán egy 140 tagú gyermekkórus, amely már Szekszárdon kétszer járt, a vezetőjük Ház Sándor, magyar örökségdíjas zenetanár, fúvós, ő fogja megtanítani a gyermekeket tárogatózni, és utána a Fili, ha elénekel mondjuk egy kuruckori dalt, akkor a kettő nagyon jól fog csengeni. Erre gyűjtünk majd ezeken a koncerteken adományokat, jótékonysági koncertek lesznek. Ennyi volt az én szerepem mára, és akkor hallgassuk Miklóst, és utána tanár urat. Thank you.
Esztergom Miklóst hallottuk, és akkor Bogár László közgazdász, tanár urat kérjük, tartsa meg a léleképítő előadást. Jó. Szép jó estét kívánok mindenkinek, nagy szeretettel, tisztelettel üdvözlöm az itt megjelenteket, és hát mindazokat, akik hallhattuk a technika jó voltából, messzi távolból követhetnek minket. Kicsit megilletődött az ember ilyen gyönyörű zeneszó után. Úgy szoktam mondani, hogy ha megáll a tudomány, és legyünk őszintén, gyakran megáll a tudományunk, akkor jön a költészet és a zene, mert szerencsére a költészet és a zene azt is ki tudja fejezni, amit a tudományos értékelés és a tudományos elemzés már sehogyan sem. És bizony nagyon-nagyon nagy szükségünk van arra, hogy egyrészt a léleképítésre természetesen, azt hiszem, hogy ahogy telnek az évek, mindnyájan átérezzük, hogy milyen hihetetlenül pontosan találtuk meg, találták meg azok természetesen, akik ezt a nevet talán először nem is ismerjük talán pontosan az eredetét, hogy hogy is jött létre. Mindennél nagyobb szüksége van ennek a nemzetnek, ennek az emberi közösségnek arra, hogy léleképítésre összpontosítson. A haza ugyanis bajban van, milyen csodálatos nyelvünk van, a mély hangrendű A betűvel tudjuk talán a leginkább kifejezni azokat a csodákat, ezt az elégikus csodát, amit a tárogató zenéből is hallhattunk. A haza bajban van, a haza nagy bajban van, ismét nagy bajban van, és mivel a tárogató azért közvetlenül talán mindnyájunk történelmi érzelmi emlékezetében leginkább a kuruszkorhoz kötődik, így engedjék meg, hogy a mondandóm indításaként én is egy kurcnótára hivatkozzak. Azt hiszem, talán már tavaly is beszélgettünk erről, hiszen lassan éppen egy éve, hogy itt feltételezzem a jelenlévők közül jó néhányan szintén itt voltak, akkor találkoztunk, és váltig fogadkoztunk is, hogy mindenféleképpen folytatjuk ezt a beszélgetést, mert hát akkor is azt élhettük át itt természetesen, hogy hihetetlenül gyorsan röpült el az a több mint 2,5 óra, amit együtt töltöttünk, és hát mégis úgy éreztük, hogy a jelentős részét mindannak, amit szerettünk volna megbeszélni, nem beszélhettük. Mert most bizonyos értelemben véve csak folytatjuk az ott abban maradt, kényszerűen abban maradt beszélgetést. Akkor is említettem Jelenszky István Háború a nemzet ellen című megrázó dokumentum filmjét, és ezt most is ajánlanám azok figyelmében nagy tisztelettel, akik esetleg nem látták volna. 2009-ben készült ez a megrázó dokumentum film, amelyben egyébként az imént említett Varga István is szerepel, és még jó néhányan azok közül, akiknek a nevét bizony még említeni fogom a mondandók során. Ebben a filmben, már mindjárt a film elején, és aztán a filmben többször is felcsendül egy csodálatos énekhangon, az a már kuruszkorban is énekelt népdal, amelynek az a címe, hogy Menjél, menjél, szegény magyar. Talán többen ismerik, hihetetlenül megdöbbentő erejű, mind a szövege, mind a dallama ennek a már kuruszkorban is énekelt népdalnak. Én azt a sorát szoktam idézni akkor, hogyha a közös dolgaink legmélyebb lényegéről kellene, hogy szót váltsunk, és azt hiszem most mindenféleképpen ebben a helyzetben vagyunk. Tehát ez legalább 300 évvel ezelőtt fogalmazódtak meg ezek a sorok, amelyet most idéznék ebből a Menjél, menjél, szegény magyar című csodálatos népdalból. Az így hangzik, hogy vezettessed magadat szembekötve vakon, elfajult testvéritül csinált álmutakon. Tehát vezettessed magadat szembekötve vakon, elfajult testvéritül csinált álmutakon. És azt hiszem, nem lehet borzongás nélkül gondolni arra, hogy ezt legalább 300 évvel ezelőtt fogalmazta meg egy ismeretlen honfitársunk. Népdalról van ugyan szó, de hát valakinek nyilván fel kellett építeni ezeket a csodálatos mondatokat, amely csodálatos mondatok ezen a gyönyörűséges, régies magyar nyelven hihetetlen pontossággal fogalmazzák meg a lényeget. Ma is, 300 év elteltével pontosan ugyanebben a helyzetben vagyunk.
És lényegében, ha a helyzetünk legbelső lényegét próbáljuk megfogalmazni, akkor ugyanezt a három döntő fontosságú elemét kellene a helyzetünknek elmondani. Vezettessed magadat szembe kötve vakon, sajnos a magyar nemzetnevű emberi közösség többsége nem rendelkezik sem érvényes tudással, sem kellő bátorsággal. Itt családi körben vagyunk együtt, ezért hagyd ne csomagoljam a mondatomat. Utána úgy is lesz alkalom, időnként majd elő is szedem az órámat, valahol itt van, mert ugye a Csabától szigorúan kb. 50 percet, 55 percet kaptam arra, hogy kifejtsem a mondandómat, ez pedig csak a vázlat vázlatának a vázlata lesz, körülbelül az 55 perc erre alkalmas, de azért erre mindenféleképpen alkalmas. Ma sűrűn nézegetem az órámat, közben most veszem észre, hogy ezzel a szemüveggel sajnos kevésbé látom, de a gesztus így is szép, gondolom, hogy értékelik, hogy azért időnként az órámra pillantok majd, és megpróbálom azért valahogy mégis az idő múlását érzékelni, nyilván elsősorban azért, hogy maradjon minél több időnk a beszélgetésre. Ez persze sok szempontból sem lesz egyszerű feladat. A szociológia azt mondja, hogy az optimális szociológiai kis csoport, már ugye az optimális létszám ahhoz, hogy az emberek valóban jól építő jelleggel tudjanak egymással vitatkozni, az 10-12 fő. Hát nem számoltam utána, de így ránézésre, hál' Istennek 10-12 főnél azért lényegesen többen vagyunk, ami persze nagyon-nagyon jó hír, de egyúttal azért azt is tudnunk kell, hogy minél többszöröse a jelenlévők száma a 10-12 főnek, hát annál bonyolultabb egy ilyen vitát vezetni, de hát majd a Csaba mélységes mély jártasságát és segítségét veszük ehhez igénybe. Az az illúzió persze, hogy minden kérdésnek a végére érünk, az hát nyilvánvaló most is szerte foszlik majd, de reménykedjünk abban, hogy a beszélgetés valóban lehetőséget ad arra, hogyha csak milliméterekkel is, de egy picit mégiscsak előrébb kerüljünk annak a helyzetnek a megértésében, amelyben vagyunk, és persze a teendők megfogalmazásában, hiszen ennek a mai találkozónknak, beszélgetésünknek a címe is ez, hogy merre tovább, hogyan tovább Magyarország. Tehát nyilván arra kell összpontosítanunk, hogy ebben a helyzetben mit és hogyan kellene tenni. És ahhoz, hogy ezt megtegyük, újra és újra ahhoz a mélységes, mély igazsághoz kell visszatérni, amit ennek a csodálatos magyar népdalnak az előbb idézett sora is kifejez, tehát vezettessed magadat szembe kötve vakon, elfajult testvérítül csinált árutakon. Tehát a jelek szerint valójában a magyar nemzet egyre súlyosabb helyzete az elmúlt legalább 300 év során erre a három döntő fontosságú elemre vezethető vissza. Az egyik tehát, hogy vezetteti magát, mert egyébként miért korkolná az ismeretlen dalnak a nemzetét, vezetteti magát szembe kötve vakon, tehát nem tud, nem akar, nem mer szembesülni azzal, hogy ténylegesen milyen helyzetben van. Az is nagyon érdekes kérdés, ez lesz talán majd a beszélgetés talán a legkényesebb eleme, hogy, és erre utal ennek a sornak a második eleme, hogy tehát vezetesed magad a szembe kötve vakon, elfajult testvéri tűl, hát ez nagyon izgalmas kérdés, majd valószínűleg a kérdések egy része is erre fog irányulni, hogy kik is azok az elfajult testvérek. Most munkahipotézisként fogalmazzunk meg annyit, hogy hát bizony ezek az elfajult testvérek a társadalmi, gazdasági, kulturális, politikai értelembe vett elitek, kiválasztott csoportoknak azok a részei, amelyek ahelyett, hogy szolgálnák a szakrális felelősségükre bízott közösséget, kiszolgáltatják azt a mindenkori birodalomnak. Mindenkori birodalom pedig, mint a neve is mutatja, mindenkoron létezik, nem az a kunst, arról tavaly is beszéltünk, amit Virág Elvtárs fogalmaz meg a Tanú című filmben, hogy a nemzetközi helyzet fokozódik, mert a nemzetközi helyzet az elmúlt 10 000 évben valószínű mindig fokozódott. Horribile dictum, mondjuk a pozsonyi csata és a Mátyás király uralkodása közötti közel 600 évben is fokozódott a nemzetközi helyzet, szóval azért nem csekély csapások érték a magyarságot kívülről is, meg belülről is, hogyhogy nem. A szakrális történelmi Magyarország mégis meg tudta magát védeni. Az idevágó ősi népi bölcsesség ezt nagyon egyszerűen és hihetetlen pontosággal úgy fogalmazza meg, hogy nem az a legény, aki adja, hanem aki állja.
Nem az az igazán nagy kérdés, hogy támadnak minket. Persze, nagyon fontos beazonosítani, hogy kik és hogyan támadnak minket, de az igazi és legmélyebb és leglényegesebb kérdés, hogy mi miért nem tudjuk magunkat megvédeni. Ez a döntő kérdés. Ha egyszer a teremtő immunrendszert adott minden élőlénynek, méghozzá nem is akármilyet, és nyilván az emberi közösségeknek is megadta azt a mindenféle veszedelmet és pusztító erőt, és pusztító hatást kivédeni képes védekezési rendszert, akkor miért nem? Akkor miért nem működik a magyarság esetében ez a véd? Mert hogy nem működik, az napnál világosabb. Az elmúlt néhány száz év során egyik birodalmi függésből, pusztítóknál pusztító birodalmi függésekből egyből a másikba szédülünk, anélkül, hogy ezt egyáltalán, legalábbis a magyarság többsége esetén, hogy egyáltalán felismernénk, vagy bátorságunk lenne ezen felismerésekből arra a következtetésre jutni, hogy ez így tovább nem mehet. És az a süllyedés, az az egyre szívszorító lepusztulási lejtő, amelyen a magyarság halad, legalábbis az elmúlt néhány évszázad során, az elmúlt 300 évben mindenféleképpen, az bizony döntően erre vezethető vissza. Tehát, hogyha a megoldást keressük, és nyilvánvaló a megoldást keressük, akkor bizony, és ezért egy hihetetlenül pontosan és csodálatosan eltalált fogalom ez a léleképítő, akkor rá kell jönnünk arra, hogy mindennek elsősorban lelki, erkölcsi és szellemi roncsoltságunk az oka. Ez a legvégső ok. Mert természetesen meg kell ismerni az ellenünk támadó birodalmak belső természetét, és különösen azoknak a fegyvereknek a természetét, amivel pusztít minket ez a birodalom. De a döntő fontosságú kérdés, arra az alapvető kérdése való válasz megtalálása, hogy miért nem működnek a védekező mechanizmusai, miért nem tudjuk magunkat megvédeni, mi történt a magyarság lelkével, mi történt a magyarság lelki, erkölcsi és szellemi talapzatával, miért van ilyen roncsolt, egyre betegebb állapotban, és ez az egyre roncsoltabb és betegebb állapot miért és hogyan teszi lehetetlenné, hogy erről a lepusztulási lejtőn, hogy egyáltalán megálljunk ezen a lepusztulási lejtőn, és aztán visszaforduljunk. Arra tennék tehát röviden kísérletet, hogy felvázoljam azt, hogy milyen helyzetben vagyunk, hogy ezt a helyzetet az elmúlt hát kritikus közel két évben most már, illetve hát mondhatunk nyugodtan két évet, hiszen éppen két évvel ezelőtt voltak azok a választások, amelyekre joggal tekintett reménykedve a magyarság jelentős része, és bizony, akárhogy is nézzük, két év elteltével azért szívszorító dolgokat kell megállapítani. Azok a reményteli folyamatok, amelyek a választások nyomán elindultak, láthatólag olyan akadályokba ütköznek, illetve olyan feszültségeket, olyan örvényléseket kelt mindaz, ami az elmúlt két évben is lezajlott részben a határokon belül, részben a határokon kívül, ami sajnos nagyon súlyos aggodalmakra kell, hogy okot adjon. Tehát újra kell, bennünk kell a bátorságot, hogy megpróbáljuk újra fogalmazni azokat a célokat, hogyha végig gondoljuk, akár csak az elmúlt egy év történetét, egy évvel ezelőtt találkoztunk, sőt azon belül is mondjuk az elmúlt fél évet, ami nagyjából október óta történt ebbe az országba, azoknak a brutális pénzfegyvereknek az ellenünk való felhasználását, ami elsősorban október és január között olyan iszonyatos károkat okozott, és nem csak abban az időszakban, hanem okoz folyamatosan következményeiben a magyar társadalomnak, akkor talán már is átérezzük azt, hogy bizony, ezzel is szerettem volna kezdeni, hogy ugye egy évvel ezelőtt találkoztunk testvérem, de mi tudjuk, a háborúban minden év két-kettőnek számít, úgyhogy ez ennek következtében nagy tisztelettel akár meg is kérhetjük a Csabát arra, hogy lehet, hogy sűríteni is kell. Minél inkább háborús övezetben vagyunk, annál inkább sűríteni kell ezeket a családi összejöveteleinket, hogyha szabad így fogalmaznom. Tehát mivel is kellene először is szembesülni, hogyha a helyzetünket akarjuk meghatározni, és mivel kellene szembesülni akkor, hogyha a teendőinket akarjuk meghatározni. Mert mindkettő döntő jelentőségű. Ha ugyanis egy emberi közösség, jelen esetben a magyar nemzetnevű emberi közösség összehangoltan cselekedni szeretne, az összehangoltságra való hivatkozás azért döntő fontosságú, mert ha nem összehangoltan cselekszik ez az emberi közösség, abból csak újabb
káosz és anarchia következik, és nagy valószínűséggel még sokkal rosszabb helyzetbe vezetjük magunkat, mint amennyiben most vagyunk. Tehát döntő jelentőségű, hogy ez az emberi közösség, amelyet magyar nemzetként ismerünk, ez összehangoltan tudjon cselekedni. Ahhoz azonban, hogy képes legyen az összehangolt cselekvésre, ahhoz arra van szükség, hogy kendőzetlen nyíltsággal és őszintességgel beszélje el a helyzetét, és legyen képes megbeszélni a teendőit. Az egyik kényesebb kérdéseket vet fel, mint a másik, hiszen legyünk őszinték, szívesen élünk illúziókban a helyzetünket illetően, és bizony ahhoz, hogy kikeveredjünk ebből a helyzetből, arra van szükség, hogy mindenféle illúzió nélkül azzal próbáljunk szembesülni, ami van. Mert kiindulni kizárólag abból tudunk, ami van. És utána meg kell beszélni, meg kellene beszélni a teendőinket, ami azért nagyon kényes feladat, mert mindnyájan tudjuk, hogy iszonyatos megpróbáltatások, áldozatok, és bizony igen nagyon komoly felelősségvállalások várnak a magyar társadalom, a magyar nemzet minden tagjára. Ezért amikor a cselekvésről beszélünk, hogy mi a teendő, hogyan tovább Magyarország, akkor számot kell vetnünk ezzel is, hogy bizony azokat a nagyon kényes kérdéseket is érintenünk kell, hogy ki milyen részt vállal ezekből a feladatokból. És ez, lássuk be, azért rendkívül súlyos konfliktusokat és súrlódásokat tud kiváltani, de még mielőtt erre a kérdésre rátérnénk, azért szögezzük le, hogy ma az is nehezíti, hogy a magyar nemzetnevű emberi közösség egységes, átfogó, összehangolt választ adjon arra a kihívásra, amelyek egyre súlyosbodó módon éri. Legfőképpen az nehezíti, hogy egyelőre változatlanul nincs közös nyelve a magyar nemzetnevű emberi közösségnek, egy olyan közös nyelve, amelyen valóban mind a 8 millió, mert kb. 8 millió választójoggal rendelkező állampolgár él az országban, akiknek, ha úgy tetszik, papírja van arról, hogy nem csak joga, hanem kötelessége is részt venni a közéletben, de legyünk őszinték, szóval tegyük a szívünkre a kezünket, és próbáljuk, majd megpróbáljuk itt összerakni, hogy vajon beszélésünk szerint mennyi, tehát hányad része ennek a 8 millió magyarnak az, akinek átfogó, világos, egyértelmű tudása is van a helyzetről, és bátorsága is ahhoz, hogy a tudásából levonható következtetéseket cselekvési ívvé építse fel. Nem markodjuk el a választ, de az elmúlt évtized országjárása alapján én úgy érzem, hogy sajnos töredéke. Tehát ennek a 8 millió embernek csak töredéke az, hogy ez, hogy egészen bizonyosan 10% alatt van, akkor csak kimondom, az egyre biztosabbnak látszik. Nem kell feltétlenül megrettennünk persze ettől is, mert ha mondjuk mindössze 500 000 olyan magyar van a 8 millióból, mert elképzelhető, hogy nagyjából ez az a szám, ami körül kialakulhatna az egyetértés, de majd érintsük ezt a problémát is. Azért kell érintenünk, most egy kicsit előre szaladva, azért kell érintenünk ezt a problémát, mert természetesen elképzelhető, hogy ha valóban így van, akkor ez a 500 000 magyar fog cselekedni. Tehát annak kell cselekedni. Hát ha egyszer ő a nemzet, akinek érvényes tudása is van, és bátorsága is ahhoz, hogy az érvényes tudását cselekvési ívekké építse fel, akkor neki kell cselekednie. De vajon képes-e végig gondolni azt is, hogyha ő elkezd cselekedni, akkor mit és hogyan kell tennie annak érdekében, hogy a maradék csekéke 7,5 millió is lehetőség szerint azért mindazt, amit élettevékenységét kifejt, azt olyan irányba méltóztasson kifejteni, ami nem ellene megy és szembe megy ezekkel a törekvésekkel, hanem valamilyen módon éppen hogy támogatja. De ez azért nagyon nehéz feladat, mert ha ez a 7,5, ugye vezettesed magadat szembe kötve vakon, ha ez a 7,5 millió ember nincs birtokában, esetleg horribile dictu az elemi tudásoknak sem azzal kapcsolatban, tehát mondjuk olyan apróságokra nem bír választ adni, hogy barát vagy ellenség, mondjuk, vagy szabadság vagy rabság például, ami hát azért lássuk benne, nem egészen jelentéktelen kérdések, tehát mondjuk szerencsésebb dolog, hogyha egy emberi közösség tud különbséget tenni szabadság és rabság, meg barát és ellenség között. Nem véletlen, hogy ezeknek a méregdrága, 100 millió dollárokba kerülő harci repülőgépeknek a legértékesebb része nem az a vas,
amivel repülnek, hanem az elektronika. És az elektronika legértékesebb része meg az a valami, amit ellenségbarát felismerő rendszerként szoktunk nevezni. Az evolúció egyik nagy-nagy tanúsága, hogy az az élőlény, ami mindössze arra csekéke és jelentéktelen kérdésre nem tud válaszolni, hogy ki a barát és ki az ellenség, hát az az élőlény azért elég labilis helyzetben, hogy óvatosan fogalmazunk, elég labilis helyzetben van. És bizony nem csak az egyes élőlények, hanem az egyes élőlény közösségek is, mint a magyarság jelen esetben bizony nagyon kiszolgáltatott helyzetbe kerül, hogyha mindössze arra az aprócska jelentéktelen kérdésre nem tud választ adni, hogy ki a barát és ki az ellenség. És ezért lehetséges az, hogy például az említett pénzfegyverek mellett, amelyeknek egyfajta lőterévé változtunk október és január között, a múlt év október és ez év januárja között, tehát az ilyen pénzfegyverek mellett bizony az elmúlt két évtizedben a kereskedelmi televízióknak nevezett tömegpusztító fegyverek is bizony kivették a részüket abban a küzdelemben, ahol a magyarság minden eddiginél nagyobb része vált mondjuk az RTL népévé ebben az esetben, akik a legtökéletesebben rászolgálnak arra, amit ez a 300 évvel ezelőtti kursznóta, tehát így fogalmaz meg, hogy vezettessed magadat szembe kötve vakon. Tehát hogyha legnagyobb jótevőnként fogom fel és értelmezem azt, aki éppen az elpusztításomra törekszik, és ez mondjuk az ott emberi közösség döntő többségét érinti, akkor hát az egy kicsit megnehezíti azt, hogy összehangoltan legyen képes cselekedni ez az emberi közösség. Nem ünneprontásként kívánom ezeket a gondolatokat elmondani, de lássuk be, hogyha nem tudunk ezzel szembesülni, és nem találjuk meg, bocsánat, így nem szabad mondatot kezdeni, elnézést, ugye az agykontroll, egyik alapvető, tehát nem kezdünk így mondatot, meg kell találnunk a lehetőségeit és az eszközeit annak, hogy a magyarság többsége nem érti mindezt, ugye nem szeretjük a végül is alapvetően elsötétedést magával hozó felvilágosodást, magát felvilágosodásnak nevező, de elsötétedést hozó folyamatot, de az a két alapfogalma, hogy ész és erény, az teli találat, lássuk be, valóban erre van szükség. Tehát minden emberi közösségnek észre és erényre van szüksége. Az ész azt jelenti, hogy rendelkezik érvényes tudással arra a helyzetre, arra a világra, ami körülveszi, és a saját helyzetére van, ahogy a szociológia elegánsan mondja, van reflexív viszonya önmagához és a világhoz. Igen, el tudja magát helyezni, látja önmagát a világban, és hát erényre, elsősorban bátorságra, kitartásra van szükség ahhoz, hogyha felismeri, hogy milyen helyzetben van, és ebből bizonyos cselekvési kényszerek származnak, akkor van bátorsága ezeket véghez is vinni, és van kitartása, hogyha közben hát esetleg többször vereséget is szenved, újra és újra képes ezen az úton elindulni, pontosan annak érdekében, hogy a legalapvetőbb nemzetstratégiai érdekeit, létérdekeit képviselni tudja. Az az emberi közösség ugyanis, amely képtelen elemi létstratégiai érdekeinek a felismerésére és annak bátor követésére, az elpusztul. Sajnos ez ilyen egyszerű. Akármilyen kegyetlen, az elmúlt 1000 évek legalapvetőbb tanúsága pontosan ez, amelyik emberi közösség képtelen a legelemi létstratégiai érdekeinek a felismerésére és annak bátor követésére és képviseletére, az előbb-utóbb elpusztul, lepusztulási lejtőre kerül és előbb-utóbb vége. A magyarság pedig sajnos évszázadok óta ezen a lepusztulási lejtőn halad lefelé, mert sem érvényes tudása, vagy legalábbis a többségének sem érvényes tudása, sem kellő határozottsága, bátorsága és kitartása nincs ahhoz, hogy ebből a érvényes tudásokból levonható tapasztalatok nyomán cselekvési íveket építsen fel. Egy valamit biztosan állíthatunk, hogy amikor a 907-es pozsonyi csatában az ellenünk vezetett egész Európával szemben fényes győzelmet arattunk, pedig háromszoros létszámfölényben, tízszeres technikai fölényben voltak, és mégis lényegében megsemmisítettük Európa egyesített hadait, akkor a hadsereget vezettek ellenünk, ami a mai lélekszámunkhoz viszonyítva kb. 5 milliós hadsereg támadna ma Magyarországra, és mégis képesek voltunk győzelmet aratni, és ennek a győzelemnek az egyetlen oka pontosan az, hogy
hogy lelki, erkölcsi és szellemi értelemben mi voltunk fölényben. Nekünk volt igazunk, és ennek az igazunknak akkor még érvényt is tudtunk szerezni. Na ezért vál a pozsonyi csata politically not correcté, szóval politikailag nem korrekt volt emlegetni az elmúlt évszázadokban. Érthető, de nem menthető, hogy ebbe bele is törődtünk. És egészen a legutóbbi időkig tudomásul vettük, hogy politikailag nem korrekt arról a döntő fontosságú történelmi eseményünkről beszélni, ahol egyébként mellesleg honalapító Árpád és fiai hősi halálukat lették abban a győztes csatában, ahol a spirituális fölényünk mutatta meg magát. Tehát egy valamit biztosan állíthatunk, hogy akkor még épp és egészséges volt a magyarság lelki, erkölcsi és szellemi talapzata. Ami azóta történik, az bizony, és különösen mondjuk az elmúlt 300 évben egyre gyorsuló módon történik, az a hanyatlásunk története, és akár tetszik, akár nem, többnyire nem tetszik, mert elég macerás, és komoly áldozatokat igényelne, szembesülni kellene végre azzal, hogy milyennek az alapvető oka, és mit és hogyan tehetünk annak érdekében, hogy erről a végzetes útról visszaforduljunk. Hogy hogyan állunk, tehát erről nagyon röviden, hogy hogyan állunk, aztán az elmúlt két év, tehát ugye ez a reményekre okot adó 2010-es választás, és az elmúlt két év mit és hogyan változtatott meg ebben a helyzetben, és aztán utána valóban a teendőkről, én csak nagyon vázlatosan fogalmaznék meg néhány gondolatot, és ezt követően a beszélgetés során próbáljuk majd nyilván összerakni kis mozaikokként azokat a lehetséges cselekvési íveket, amelyek véleményünk szerint a magyarság számára a kiutat jelenthetik ebből a helyzetből. A helyzetünk értelmezésére, ezt igyekszem tényleg nagyon rövidre fogni, tavaly is elég részletesen beszéltünk erről, a helyzetünk elemzését általában úgy célszerű véghez vinni, hogy az életünk újrateremtésének, mert nap mint nap természetesen minden emberi közösség újrateremti a saját életét. Az életünk újrateremtése közben ezt az élet újrateremtő folyamatot három fontos létrétegben szoktuk véghez vinni. A mindent meghatározó rétege az ön újrateremtési folyamatainknak a lelki, erkölcsi, szellemi talapzat. Ez határozza meg a második szintet, ahol a saját fizikai testünket formáljuk meg. Az, hogy a népesedésünk és az egészségünk hogyan áll. És végül a harmadik szint az, erről szokás a nyilvánosságban a legtöbbet beszélni, pedig nézetem szerint ez a legkevésbé lényeges. Nem tagadom a jelentőségét közgazdászként, ezt ugye nem is igen tehetném, bár tavaly, amikor ebben a körben itt először találkoztunk, ezt általában meg szoktam tenni, ugye önvallomásként elmondtam, hogy egy olyan közgazdász, aki 40 évvel ezelőtt a Tolbugin körútról nyíló Dimitrov téri Vars Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen kapta a diplomáját, mint én, az illő alázattal kell, hogy nyilatkozzon ezekben. Hozzáolvastam azóta kicsit természetesen, és próbáltam megérteni az elmúlt 40 év során, hogy ez a három pusztító név valójában minden is jelentett, és miért hagyta, mert ezek a nevek is pontosan erről tanúskodnak, miért és hogyan hagyta a magyar társadalom, hogy újabb és újabb, a magyar nemzet, hogy újabb és újabb csapdákba csalják. Tehát a harmadik szint, ami nézetem szerint is ez a közgazdász önkritikája, csak a legjelentéktelenebb szint, az kétségtelen az anyagi valóság szintje, mert a gazdaság, tehát amit gazdaságnak nevezünk, az az anyagi szükségleteink kielégítése megszervezésének világa. Ezt szoktuk gazdaságnak nevezni. Azért kicsit félrevezető, hogy csak ezt nevezzük gazdaságnak, mert ebből mintha arra lehetne következtetni, hogy a másik két nézetem szerint sokkal fontosabb létrétegünkben, a lelki, erkölcsi, szellemi talapzatban, illetve a fizikai testünk újra teremtését lehetővé tevő népesedési és egészség rendszerünkben, minthogyha ott nem folyna gazdálkodás, pedig folyik. Az ember nem tud nem gazdálkodni. A Jóisten azzal bízott meg minket, hogy jó gazdái legyünk a teremtésnek. A polgárjog ma is ismeri a jó gazda gondosságával fordulatot. Igen, igen, azért kaptuk ezt a világot, a teremtés világát a teremtőtől, hogy a jó gazda gondosságával legyünk jó gazdái. A magyarság nem jó gazdája a teremtés azon részének,
csak úgy mellesleg egymás között, Trianon nem csak hogy nem következhetett volna be, hanem hát szóval értelmezni se lehetett volna a szakrális történelmi Magyarország történetében Trianont, hogyha jó gazdái lettünk volna. Csak egy aprócska adalik ehhez. Mátyás király uralkodása idején a történelmi Magyarország lakosságának a 92%-a volt magyar. 350 évvel később a 32%-a. Most nem fűznék különösebb kommentárt ehhez. Vajon a jó gazda gondosságával kezeli-e a szakrális felelősségére bízott történelmi hazáját az a nép, amelyik lehetőséget nyújt arra, hogy a létszám, a 92%-os arányú jelenléte ebben a hazában 32%-ra csökkenjen. Tehát bármennyire is próbáljuk ezért a felelősséget mindig külső birodalmakra hárítani, amelyek természetesen vannak és pusztítanak minket, de hol voltunk közben mi? Tehát nem, nincs, szóval újra és újra szembesülni kell azzal, hogyha kizárólag csak áthárítjuk a felelősséget, és úgy gondoljuk, hogy áthárítjuk a felelősséget, és akkor várjuk azt, hogy egyszer majd magától jóra fordulnak a dolgok, akkor sajnos újra és újra kiteszünk magunkat ennek a lepusztulási folyamatnak. A dolognak ugyanis pontosan az a lényege, hogy azt tudjuk megfogalmazni, hogy mi mit teszünk közben, amikor mondjuk egy ilyen lepusztulási lehető, hogy néhány évszázad alatt 92%-ról 32%-ra csökken a magyarok aránya a saját hazájukban, ami azért, lássuk be, egy olyan történelmi dráma, amelyre már réges-régen nagyon átfogó és valóban őszinte választ kellett volna adni, de ez a válasz változatlanul késik, és valójában, legyünk őszinték, Trianon óta is hasonló folyamatok zajlanak. Látszólag most már ugyanitt könnyű, mert a Trianon után a népesség 99%-a magyar volt, és többé-kevésbé most is az, de ha így haladnak a népesedési folyamataik, akkor ne legyünk annyira biztosak benne, hogy mondjuk egy évszázad múlva is ilyen egyszerű és kényelmes lesz a helyzet, hogy hát ebben a maradék hazában aztán már nem kunszt fenntartani, de a jelek szerint egyre inkább kunszt lesz. Ehhez csak egyetlen adadék. Az elmúlt évben 88 000-re csökkent a születések száma, az elmúlt 35 év során ez volt az egyik legnagyobb visszaesés a születés számban, tehát az előző évhez képest. És ez a 88 000-es születés, ez a 350 évvel ezelőtti születés szám. Tehát a török hódoltság idején született ennyi kisbaba a mai területen. Tehát ugye ezen a központi, ami döntően a török hódoltság területéhez tartozott. Tehát még egyszer mondom, a születés szám tavaly a 350 évvel ezelőtti szintre csökkent, ami már azért azt hiszem kellő dráma ahhoz, hogy akár, ha egyszer ráérünk talán, és nincs egyéb dolgunk, akkor már nem is gondolkodhatnánk azon, hogy ez miért van, és hogyha végig nagyon-nagyon ráérünk, akkor elnézést a cirizmusra, akkor esetleg azon is elgondolkodhatnánk, hogy mit is hogyan kellene tenni annak érdekében, hogy azért hát a következő évtizedekben lehetőség szerint ne ezen a lepusztulási lejtőn haladjunk lefelé. Tehát bőven adódik lehetőség arra, hogy elgondolkodjunk folyamatokon, és bőven adódna tér arra, hogy cselekedjünk, hogy lehetőség szerint ne ezen a lepusztulási lejtőn haladjunk. Tehát azt kellene nagyon röviden áttekinteni, hogy ez a három létrétegünk, ahol a saját életünket újra teremtjük, ez milyen állapotban van, mi és hogyan változott az elmúlt közel két év során, és hát mit és hogyan kellene tenni, hogy ebből a helyzetből kikeveredjünk. Azt szerencsére azért az elmúlt évtized során már többé-kevésbé össze tudtuk rakni, hogy akkor milyen helyzetben vagyunk, de azért ismételjük át, ugye ismételés a tudás anyja, ismételjük át nagyon röviden, hogy ez a helyzet hogyan jellemezhető. Tehát a három testünk, tehát a lelki testünk, a fizikai testünk, a népesedés és egészség, illetve az anyagi testünk milyen állapotban van. Ami az anyagi testünk illeti, akkor induljunk el a felszín felől, a gazdaság felől. A válasz nagyon egyszerű, nincs már olyan elég régóta, hogy magyar gazdaság, de az az összefüggés, ami tavaly óta semmit nem változott, vagy ha lehet még tovább haladt, mutat rá leginkább, hogy az úgynevezett magyar gazdaságban, tehát abban a valamiben, amit magyar gazdaságnak szoktunk nevezni, az összes egy év alatt létrejövő profit, tehát adózás előtti nyereség, amely arra szolgálna, hogy az adott
megalkotott emberi közösség ebből az anyagi értelemben jövőjébe befektessen, tehát a többit elfogyasztja, és ez még arra való, tehát ez a nyereség, az arra való, hogy az befektesse a jövőbe. Ez egy elég jelentős összeg, kb. 4000 milliárd forintról van szó. Nos, ennek a pénznek több mint a 90%-a külföldi tulajdonú vállalatoknál halmozódik fel, és mivel külföldi tulajdonúak és Magyarországot nem látják különösebben biztató perspektívának, ezért az utolsó dollárcentig vagy eurócentig ezt a pénzt ki is viszik az országot. De még egyszer mondom, nincs már kellő indulunk arra, hogy magyar gazdaságnak nevezzük azt a valamit, ami itt körülvesz minket gazdasági értelemben, mert az elmúlt években átlagosan is már 90% felett volt, volt olyan év is, amikor 92%-ot érte el, összes a benszülöttek által. Ez annyiban magyar ez a gazdaság, hogy a benszülöttek hozzák létre ezt a gazdagság tömeget, de ebből a tiszta nyereségnek a 92%-át, tehát a csúcs az elmúlt három évben külföldi tulajdonú vállalatoknál halmozódik fel, és ezeket szépen pedánsan ki is viszik az országból. Ennek a pusztító következménye, ennek, amit nevezünk profit szivattyúnak, és a másik szivattyúnak, amit mondjuk kamat szivattyúnak nevezhetnénk, ez meg az adósságszolgálatunk, tehát a 40 éve halmozódó. Először csak az állam adósodott el, az elmúlt lassan egy évtizedben egyre katasztrofálisabban, lásd a devizaadósokat, a lakosság is, és egyre súlyosabb a vállalkozói szféra eladósodása is. Tehát gyakorlatilag most már, tehát nyilván 1990-ig csak az államadóságot lehetett értelmezni, mert kizárólag az állam jutatott hozzá a külső erőforrásokhoz és adósodhatott el. 90 óta azonban a másik két főszereplő is, tehát a lakosság is, és ráadásul devizában is, és a vállalkozások is, és az együttes adósága, tehát ma már ennek a három főszereplőnek, tehát a lakosságnak, a vállalkozási szférának, illetve az államnak a teljes adósága, a teljes adósága, ez több mint két évi teljes nemzeti jövedelmünket. Körülbelül 223%-a az egyéves nemzeti jövedelmünknek a teljes adósság, tehát amiben nem csak a... Tehát amire hivatkozni szoktunk, a 80%-os államadóság, az csak az államadósága, de a másik két szereplő is egyre súlyosabban eladósodott, és a három főszereplő összes adóssága, ez messze túl van a két évi teljes nemzeti jövedelmünkön is. Tehát körülbelül olyan 60 ezer milliárd forintot tesz ki a teljes adóságunk. Éppen ezért kell alaposan, és ezt gondolom a beszélgetésnek is mindenképpen tárgya lesz, az adósság kérdését végre gendőzetlen nyíltsággal megbeszélni. Tehát ezt érezzük, parlamenti csatározásokból látjuk, hogy változatlanul egy hamis beszédtérben vergődik az adósság kérdés. Ugye nem lehet, hát teljesen nyilvánvaló, Magyarország parlamentjében nem lehet őszintén beszélni ezekről a kérdésekről. Hozzátenném, azért egyik fél sem őszinte, tudjuk, hogy kik vitáznak leginkább ezekben a kérdésekben. Egyik fél sem őszinte, maradjunk annál. Tehát nincs őszinte, igaz diskurzus ma a magyar parlamentben és általában a magyar nyilvánosságban sem. Kisebb közösségekben végül is mi is ezt tesszük, ilyen családi körben, viszont kötelességünk, hogy erről megpróbáljunk őszintén beszélni, és reménykednünk is kell abban, hogy ez az őszinteség majd egyszer valamikor, talán nem túl távol jövőben megjelenik a szélesebb nyilvánosságban is, horribile dictu, akár Magyarország parlamentjében is. És mindent meg is kell tennünk annak érdekében, hogy ne a hamis beszéd, tehát az adóssággal kapcsolatban ne a hamis beszéd uralja a közéletet, a nyilvánosságot, a közbeszédet. Tehát egyre súlyosabb eladósodás és egyre súlyosabb profit kivonás, tehát az általunk létrehozott haszon egyre nagyobb részének kiszivattyúzása jellemzi a magyar társadalmat a gazdasági értelemben az elmúlt évtizedekben. Kell-e csodálkoznunk ezek után azon, hogy újra és újra megszorításokra kerül sor. Hát amit megszorításnak nevezünk, az egyszerűen az a folyamat, amikor a mindenkor uralkodó rezsimek megpróbálnak helyet csinálni a szivattyúknak. Hát persze, hát ha egyre nagyobb részét szívja el az erőforrásainknak, akkor nyilván időnként át kell rendezni, ezt hívják szerkezeti reformnak, ugye ez neki a fedő neve, de ez valójában az a pusztító folyamat, amelyben a mindenkori kormányokat kegyetlenül rákényszeríti a birodalom arra, hogy nehogy már itt a benszülöttek fogyasszák ezzel. Jó, hát persze, hogy ők hozzák létre, na, de hát elsősorban, tehát
elsősorban az én kifosztó szivattyúimnak kell kiválóan működni, aztán hát a benszülötteknek meg annyi jut, amennyi jut. Hát ha egyszer a kifosztó szivattyúim normális működés ennyit igényel, akkor a benszülöttek szíveskedjenek beérni annyival, mint amennyi jut nekik. És mivel egyre kevesebb jut a megszorítások következtében, így valójában egy végzetes lefelé tartó spirálban vagyunk most már több mint 30 éve. Egészen pontosan 33 éve, amikor, ahogy körülnézek, nem akarok végsérteni senkit, de azért rajta kívül mások is vannak, akik már a 70-es években is aktív keresők voltak, ahogy a statisztika fogalmaz, ezért vannak emlékeik arról, hogy először 79-ben hallottuk Kádár Jánostól azt, hogy torsok, ma megint tovább jutózkodtunk, mint ameddig a takarónk ér. És azóta minden nagy magyar megszorító mindig erre hivatkozik. Tehát ugye megvádolja a saját népét, hogy azért van deficit, meg eladósodás, mert itten össze-vissza túlfogyasztotok, zabáltok, hedonizáltok, azt ez a vége. Ez egy pusztító hazugság természetesen, Kádár Jánostól is az volt, és jelenlegi utódaitól is ugyanolyan primitív és ócska hazugság, mint ahogy Kádár Jánostól 79-ben. Az, hogy miért és hogyan ócska hazugság, ezt, ha már maradunk Kádár metaforájánál, volt is erről egy írásom, hogy Kádár János takarója, tehát maradhatunk ennél a metaforánál, mert ezzel a metaforával is megfogalmazható az a végzetes és pusztító hazugság, ami ebben az állításban akkor is, meg azóta is Kádár késői utódai esetében is megfogalmazódik. Tudnélik, nem az történik, amit Kádár János és a többi őt követő nagy magyar megszorító állított, tehát hogy tovább nyújtózkodunk, mint ameddig a takarónk ér, azt azért lógnak ki bizonyos alkatrészeink belőle, hanem az történik, ha már ennél a hasonlatnál maradunk, hogy a globális birodalom belső kollaborációi segítségével egyre nagyobb szeleteket vág le ebből a takaróból. És hát ennek az a következménye, tisztelettel jelentem, Lóránt Károlya, Varga Istvánnal végeztünk ilyen kutatásokat, ha ennél a hasonlatnál maradunk, akkor jelenleg a magyar társadalom takarója, az jelentett tiszteletet 15 cm-es. Na most ugye nem kívánnék pornográfi részletekbe bocsátkozni, de azért noha van gyakorlatunk a történelmi összehúzóckodásban, de azért egy 15 cm-es takaró esetében nem tudjuk magunkat annyira összehúzni, hogy bizonyos alkatrészeink ne legyenek ki belőle, kín is vannak, és ez az alapvető oka. Ez hozza létre azt a pusztító és hamis látszatot, hogy azért van ki belőle bizonyos, vagy lógnak ki belőle bizonyos alkatrészeink, mert hogy mi nyújtózkodunk túl azon a bizonyos takarón. De még egyszer mondom, ami történik az, hogy egyre nagyobb szeleteket jelenleg is, sajnos, majd beszélünk erről, nem kívánik nagyon ünneprontó lenni, a dolog folyamatos, és azért folyamatos, és ezzel is számot kell vetnünk, mert a mindenkori birodalmat, veszek egy nagy érzetet, és kénytelen vagyok azért csak kimondani, a mindenkori birodalmakat a jelenlegit sem, a legcsekélyebb mértékben sem érdekli, hogy a helyi, a lokális politikai homokozóban ki hány százalékkal nyer, nem érdekli. Bármilyen fájdalmas, nem érdekli a birodalmat, ki hány százaléka. Felőle egyébként 100%-kal is nyerhet egy politikai erő. Hát egyelőre azt nem nagyon tudjuk értelmezni, hogy valaki mondjuk 120%-kal győz a választásokon, de számára azt sem fogja meghatni, hogyha egy politikai erő 100%-os győzelmet arat, mert kellő időben akkor is diszkréten értesíti ezt a politikai erő, hogy hát nagyon örülök, hogy itt a lokális politikai homokozóban, akkor te itt nagyszerű, kiváló, 100% jó. Azért azt jelezném, hogy én változatlanul ugyanazt várom tőled is természetesen, mint az elődeittől, akik nem feltétlenül 100%-kal győztek, de ez számomra tökéletesen indiferens. Azt várom tőled is, két dolgot várok tőled. Az egyik, hogy továbbra is biztosítsd a kifosztó szivattyúin zavartalan üzemeltetését. Egy. Kettő, hogy lennél szíves féken tartani a benszülötteket, mert én nem szeretem, hogy szóval legyen rend. És hát legyünk őszinték, az elmúlt két év, majd mindjárt odaérünk, az elmúlt két év folyamatait elemezve,
bizony, bár hát itt is belevághatunk, mert többé-kevésbé világos ennek kapcsán, hogy minden megszorítás ugyanazt célozta, hogy helyet csináljon, egyre nagyobb helyet csináljon, az általunk létrehozott anyagi erőforrásokon belül egyre nagyobb helyet csináljon a birodalmi kifosztó szivattyúk számára. Ez ilyen egyszerű. Erről szól minden kormány, tehát az elmúlt 33 évben Kádár János ezen 79-es kijelentése óta kormányok, politikai rezsimek, rendszerek jönnek, mennek, és mindegyik pontosan ugyanazt csinálja. Tehát itt családi körben azért szögezzük le, mindegyik. Egyébként a birodalmi logikából adódóan látszólag nincs is más választása, ez kétségtelen, mert a birodalom nyilván mindegyikkel közli, hogy én mindössze ezt a két csekéséget várom el tőled, hogy zavartól üzemeltesd be a kifosztószivattyúkat, és tartsd féken a benszülötteket. És legyünk őszinték, az elmúlt 33 év kormányai ezt példamutató következetességgel véghez is vitték. Véghez is vitték, és bizonyos értelembe véve a válasz arra, hogy miért van a magyar társadalom ebben a helyzetben, pontosan ebben rejlik. Azért vagyunk ebben a helyzetben, mert az elmúlt 33 év kormányai, azért 33 évben nagyjából 78-ra ért véget ez a történet. Tehát 78-ra az ország olyan mértékben lett tudatosan eladósítva, adósság csapdába csalva, hogy nem volt más választása. Egyébként, hogy mennyire nem volt más választása, itt hagyd mondjam el, körülbelül, hát igen, lassan több mint 15 éve, hogy tároltam magamban ezt, ennek a beszélgetésnek a történetét, egy picit visszaillek az idővel, elnézést, de talán nem lesz érdektelen ez a történet. Ez az én kis magántörténelmem egyik legérdekesebb darabja. 96-ban volt alkalmam Londonban egy hosszabb beszélgetést folytatni azzal a Jacques de la Rosière-rel, aki akkor az Európai Újjáépítési Banknak, londoni székhelyi banknak az elnöke volt, és elmesélte nekem azt az 1981-es történetet, tehát akkor már ugye 15 évvel voltunk ezután, 1996-ban, azt a történetet, amikor ő a valuta alap vezérigazgatója volt, és mint ilyen a világura, vagy hát a világot uraló személyek, legfontosabb személyek egyike, és az volt a feladata 1981-ben, hogy eljöjjön Budapestre, találkozzék Kádár Jánossal, és közeljék Kádár Jánossal, hogy kedves Kádár János, a játszma véget ért. Tudatosan, ötletesen, ügyesen, sikeresen eladósítottuk önöket, végzetes helyzetbe kerültek, teljesen kiszolgáltatott helyzetben vannak. Tehát tulajdonképpen csak azért jöttem, hogy közöljem, hogy ezek után értelemszerűen egyenlőre a színpadi díszletek maradnak, tehát a szovjet birodalom, meg szocializmus, meg ezek a jelentéktelen színpadi díszletek maradnak, egy darabig, majd meglátjuk aztán utána mi fog történni. De addig is, innentől kezdve ön a továbbiakban nem a népköztársaság úti szovjet nagykövetségről fogja kapni az utasításokat, hanem Washingtonból tőlem. És nagy tisztelettel ajánlanám, hogy méltóztassanak minél pontosabban végrehajtani ezeket az utasításokat, mert nincsenek abban a helyzetben, hogy ezt ne tegyék meg. Egyébként érdekes áthallás, hogy 500 évvel ezt megelőzően, igen, majdnem 500 évvel, azt hiszem 1513, amikor máig is őrzik Anton Fuggernek azt a nevezetes levelét, amit 5. Károly német-római császárhoz írt, aki ugye akkor a világ leghatalmasabb, a világtörténelem leghatalmasabb birodalmának ura volt. És ez a levél meglehetősen egyértelműséggel a következőket közli, tehát Anton Fugger, hogy ugyebár felséged méltóztatik emlékezni arra a 8 millió aranydukátra, amellyel én tettem ön számára lehetővé, hogy császárrá váljon. Ezért nyomatékosan kérem felségedet, hogy szíveskedjék az utasításaimat minél pontosabban végrehajtani. Ebből körülbelül úgy érzékelhetjük, hogy ki is volt a világura mondjuk 1513-ban. Hát, hogy nem 5. Károly német-római császár, az ebből a levélből azt hiszem világosan kiderül. A világ nem sokat változik a jelek szerint, tehát 1981-ben vagyunk, és ahogy nekem 96-ban elmesélte, Jacques de la Rosière arra készül, hogy ez egy drámai beszélgetés lesz. Tehát 96-ban ezt mesélte el nekem, hogy nyilván ő úgy gondolta, hogy ez a beszélgetés a Kádár János, ahol közli, hogy a továbbiakban nem a szovjet nagykövetségről, hanem tőlem Washingtonból kapja az utasításokat, ez egy megrázó, drámai beszélgetés lesz. De nagyon meglepődött, mikor valami egészen más következett be. Kádár ugyanis
joviális mosolyjal közölte, 81-ben vagyunk, La Rosière-rel, hogy csak nem gondolja, hogy legcsak ilyen meglepetés van abban, amit mond. Welcome, legyenek üdvözölve. Hát most nem mondanám el, ugye franciául beszélgettünk, mint kiderült, három elnevezés is van a franciában, a Chevignolesz vezetője lett. Nem állítom azt, hogy akkor már Kádár tudta, hogy 15 év múlva mi lesz, de mindenképpen figyelemre méltó mozzanak. Tehát nyers és talados elvtársakkal, hogy lennének szívesek az ország legjelesebb jogászait megbízni azzal, hogy álljanak neki a kapitalizmus jogi alapjainak kidolgozására. Mert ugye kedves La Rosière lepte meg ezzel végleg Jacques de La Rosière-t Kádár. Ő sem gondolja komolyan, hogy a kapitalizmus magától fog kialakulni Magyarországon. Tehát mi már léptünk is, hogy lássa, hogy mi milyen kitűnő birodalmi segnyalók és kollaboránsok vagyunk már most is, már mint az önöké, azzal szeretném bizonyítani, hogy már el is kezdtünk előre dolgozni. Ha tetszik, gondolatolvasók is vagyunk, már előre is dolgoztunk. Megbíztuk ezt a, tehát ez a grémium már szerveződik, még azzal is eldicsekedett, hogy olyan személyek fogják vezetni, mint Sárközi Tamás és Martonyi János. Martonyi János nevének különösen örült La Rosière, mert kellően jó referenciái voltak. Nem folytatom, talán nem kell ebben a körben, így is talán túl sokat mondtam el, bizonyos értelemben véve ebből, de én attól tartok, ez egy meglehetősen tanulságos történet, mert legyünk őszinték, a magyar társadalom döntő többsége erre nem így emlékszik. Szóval nem ezért a... Tehát van egy végzetesen hamis mitológia arról, hogy az utolsó pillanatig ez a csúnya, kommunista diktatúra ottan kitartott, de mi aztán jöttünk és forradalmi lendületünkkel 89-90-ben, gyerekek, szóval most már lassan azért ki kellett. Tehát ezekből a bátyú és rendkívül veszedelmes gyermekmesék világából azért ki kellene lépni. Az kétségtelen, hogy 89-90-ben történt valami, ezt én leginkább látványtechnikai tűzijátéknak tudom nevezni. Ez a látványtechnikai tűzijáték kizárólag egyetlen célt szolgál, az, hogy vakúj magyar jeligére minél hosszabb ideig a retinájára vezetesed magadat szembe kötve vakon, a retinánkra égesse az, hogy most kezdődik. Szóval most kezdődik, azt alapvetően jó. Majd demokrácia, jólét, felemelkedés, tehát hogy valami most kezdődik, és ez a valami jó. Ehhez képest a valóság az, hogy ez a valami, ez lezajlott, csak 82-ben be is fejeződött. Nagyjából 81-82-ben, ez ebből a 81-es Kádárral való találkozásból elég egyértelműen kiderül, hogy 82-re végleg be is fejeződött, le is zárult minden birodalmi alkú, amelyben a magyar társadalom döntő többségét lényegében halálra ítélte. Legalábbis végzetes kifosztás, lassú halálra, végzetes kifosztásra ítélték. És az, hogy akkoriban, mondjuk 82 és 89 között a magyar társadalom többségének erről sejtelmesen volt, hogy őt úgy mellesleg, tehát nem csak, hogy nem vonták be, hát még szép, hogy nem vonták be a halálos ítéletéről szóló döntésekbe, de nem csak, hogy nem vonták be mindebbe, hanem hogy sejtelmesen volt arról, hogy nem kezdődik, hanem már régességben befejeződött az, amiről azt hazudják nekem, hogy most kezdődik, azt jó lesz, ezzel szemben régességében befejeződött, azt nagyon nem jó, csak azt, ez jóval később került ki, hát lassan most már azért kezdik kapizsgálni a magyar társadalom nagy része, de ez a tanmesébe illő történet megint csak arra kell, hogy figyelmeztessen minket, hát erre vezetessen magadat szembe kötve vakon. Tehát azt még valahogy fel tudná dolgozni az ember, hogy a magyar társadalomnak többségének akkoriban halvány sejtelmesen volt arról, hogy ténylegesen mi történik. De azért ne csináljuk ezt. Szóval az, hogy eltelt 22 év, és ma sincs halvány sejtelmesen a magyar társadalom döntő többségének arról, hogy ténylegesen mi történt, ez viszont már jó. Szóval azért rögzítsük, ez mindnyájunk felelőssége. Mindnyájunké. Akik itt ülünk, mindnyájunké is. Ez egy teljes képtelenség. Tehát az, hogy elemi szinten váltunk képtelenné arra, hogy a legdöbbenetesebb és legmélyebb és legpusztítóbb következményekkel járó összefüggéseket úgy, ahogy vannak, hát 22 évünk volt rá, 22 év volt rá, hogy világossá tesszük a magyar társadalom számára, hogy réges-régen lezajlottak azok a döntések, tehát a háta mögött a magyar társadalom teljes kizárásával hozták meg azokat az iszonyú és ráadásul végtelen cinizmussal.
Kádárt egyszerűen egy primitív hülyének gondoltuk, hát sok minden volt, de hülye az végig nem. Ebből éppen az derül ki, nagyon is megvolt a magához való esze arra, hogy megkösse ő, és hát nyilván elsősorban ez már nem az ő személyére vonatkozott, hanem pontosan tudjuk, hogy kikre, hogy azok nevében megkösse azt a pusztító alkut, amelyben lényegében halálra ítélték a magyar társadalom többségét. Mindössze ezzel a jelentéktelen aprósággal kellett volna már az elmúlt 22 évben szembesülni. Ehhez képest nem csak hogy a szembesülés nem történt meg, hanem kis híján a magyar társadalom, emlékezzünk csak vissza, a 90-es választásokon kis híján a legerősebb párttá tette azt az erőt, ugye, nem illik kimondani a nevét, esszel kezdődik, és Abad Demokraták Szövetségével végződik, azt a politikai erőt, amelyet aztán kivégzett nagyon helyesen, tehát 0,7%-ot kapott talán az utolsó európai parlamenti választásokon, na de közben eltelt 20 év, annak minden következményével együtt, ami a totális kifosztottságunkat, alávetésünket és kiszolgáltatottságunkat hozta létre. És amelyből most már felfoghatatlanul nagyobb erőkkel kellene kiszabadulni, mint amilyen erő ahhoz kellett volna, hogy például felvilágosítsuk a magyar társadalmat, hogy ne csináljad már, hanem hogy a legnagyobb pártá nem szabad tenned, hanem azt is meg kell akadályoznod, hogy egyáltalán megülhess a parlamentbe. Anélkül is minden az övéké, akkor legalább azt akadályozd meg, hogy a politikai rendszerben is meghatározó szerepet játszon. De nem tettük meg, nem világosítottuk fel, nem beszéltük el, nem, és újra is újra lehetett. Még egyszer mondom, családi körben vagyunk, elnézést az érdesebb, és különösen az indulatosabb hangért, de mindnyájunknak megvan a felelőssége abban, hogy ezt nem hajtottuk végre, és ez üt most vissza. Higgyétek el, ez üt most vissza. Az elmúlt két évben is, akkor most már rátérve erre a két évre, az nem tagadható, hogy a kormány, de azért azt hiszem itt elsősorban Orbán Viktor személyére kell ezt korlátozni, hogy Orbán Viktor személy szerint ezt a drámai történelmi összefüggést valamilyen szinten érzékeli. 27 éve, lassan 28 éve ismerem, követem, próbáltam különböző helyzetekben segíteni is, mert sok szempontból, hogyha én magam is persze ellentmondásosan ítélem meg, de olyan személyiségnek tartom, ami egyrészt képes ezeket a történelmieket megadni, és bizonyos helyzetekben talán képes cselekedni is annak érdekében, hogy ez a nemzet valóban kedvezőbb irányba menjen. Erről tanúskodik az is, hogy az elmúlt két év alapvető stratégiája annyiban helyes irányú volt, hogyha egyszer az országot most anyagi értelemben azt teszi tönkre, hogy az általa létrehozott erőforrások döntős többségét egyszerűen kiszivattyúzzák az országból, részben profitként, részben kamatként, akkor ebből logikusan adódik az a következtetés, hogy legalább egy részét meg kell próbálni visszatartani, nem? Tehát, hogyha egyre hatalmasabb mértékben profitként és kamatként kiszívják az erőforrásait, akkor különböző intézkedésekkel egy részét megpróbálom visszatartani. És a kormány stratégiai intézkedései kétségtelen erre irányultak. A bankokra kivetett adó, meg a egyéb multinacionálisokra kivetett különadó, és azok a profit szivattyút próbálták egy kicsit csendesíteni. A végtörlesztés és egyebek, ugye a lakossági devizaadózással kapcsolatos, adóssággal kapcsolatos intézkedések, meg a kamat szivattyút próbálták. Tehát helyesen ismerték fel, hogy ez a két erőforrás szivattyú, tehát a profit szivattyú és a kamat szivattyú károsítja most már végzetesen az országot, és beszélésem szerint nagyjából az évente kiszívott kamat és profit nagyjából egy tizedét próbálta volna ez a kormány legalább visszatartani. De hát látjuk, hogy mi a következménye. Az lett a következménye, hogy a birodalom egy darabig nézte, aztán azt mondta elég, és leseperte az egészet. Pénzfegyverekkel rommá lőtte a társadalmat. Azt kell mondanom sajnos, bármilyen fájdalmas, hogy az a kár, amit ezekkel a pénzfegyverekkel október óta, tehát az elmúlt fél évben okoztak, tehát azzal, hogy a forint árfolyamát azért tartósan 300 körül tartják, most is ott van, egy darabig megmutatták, hogy pillanatok alatt 324 forintra is fel tudják vinni. Most egyelőre elégséges nekik, hogy 300-on tartják. Azért elégséges, mert az egyensúlyi árfolyam az 200 forint volna az jó esetében. Ez a helyzet is. Azért 200 forint volna, mert az elmúlt három évben minden idők leghatalmasabb kereskedelmi és fizetési mérleg többleteit. Soha Magyarország a második világháború óta ilyen hatalmas többlete a kereskedelemben nem volt. Tegyük hozzá, ennek az az oka, hogy a lakosság katasztrofálisan visszafogta a fogyasztását, különösen az importjavakban való fogyasztását, az export meg értelemszerűen megy kifelé.
aminek következtében óriási aktívumaik vannak, de emögött valójában a saját leszegényítésünk húzódik meg, tehát emögött óriási áldozatok vannak, de legalább annyi hasznunk lehetne belőle, hogy ha viszont óriási aktívumaik vannak a külkereskedelemben, akkor az minden ország esetében rendkívül mértékben erősíti az adott valutát. Ez teljesen érthető, mert akkor éppen az aktívum következtében óriási bőség van euróból, és ezt az eurót a multik át kell, hogy váltsák, mert egyébként nem tudnak itt működni forintra, vagyis a forint árfolyamának kb. 200 forinton kellett volna maradni, és hogyha ő 300-on tudta tartani, akkor ez azt jelenti, szóval sumán csak a végeredményt mondom, az elmúlt fél évben ezekkel a pénzfegyverekkel a tiszta kár, amit okoztak nekünk fél év alatt, de innentől kezdve ez tovább ketyeg, tehát a továbbiakban is fél évenként ennyi lesz, tehát fél év alatt 2,5 milliárd eurós kárt okoztak nekünk. A kormány intézkedése, egyébként helyes irányba mutató intézkedései pedig az elmúlt két évben összesen 1,5 milliárd eurót tudtak visszaszívni. Tehát nem tudom, tetszik-e érteni. A kormány intézkedése, egyébként helyes irányú intézkedései nyomán 1,5 milliárd eurót sikerült volna bent tartani, de ezekkel a pénzfegyverekkel már csak az elmúlt fél évben 2,5 milliárdot tudtak kivonni, a nettó egyenleg 1 milliárd euró. 1 milliárd euró. Tehát egyelőre itt a most itt tartunk. De mivel eltelt pont 5 hónap, abszolút hajszál pontosan 5 hónap, mert november 17-én este jelentette be a kormány, hogy újra felveszi a tárgyalások fonalát a valuta alappal. Egy megjegyzést azért ehhez is hagyd tegyek. Hihetetlen gyorsan megy az ide, igyekszem mindjárt a végére érni. Egy megjegyzést azért hagyd tegyek hozzá, hogy hogyan is ment végbe ez a bejelentés. Tehát, hogy 3 nappal előtte Matolcsi miniszterül a parlamentben nagyon határozottan jelezte, akkor terjesztette be a jövő évi, mármint az ez évi költségvetést, tavaly novemberben, és nagyon határozottan az expozíjában jelezte, hogy ez az egész költségvetés, a 2012-es költségvetés stratégiailag a valutalap által követelt különböző gazdaságstratégiai teendőkkel szembe kíván menni. Tehát ha úgy tetszik, ez egy antitézise mindannak, amit a valuta alap követelt tőlünk, mondja a gazdasági miniszter 3 nappal előtte, és 17-én este pedig bejelentik, hogy felveszük a tárgyalásokat azzal a valuta alappal, amelyről egyébként helyesen 3 nappal előtte a gazdaságstratégiai miniszter azt állította, hogy éppen vele szembe próbáljuk a gazdaságstratégiánkat felépíteni. Hogy miféle dráma húzódott meg emögött a döntés mögött, ami lássuk be mindnyájunk számára idegzuhany volt, az mi sem bizonyítja jobban, hogy a kormány egyik főminisztere pontosan ebben az időben, tehát 17-én este lakossági fórumot tartott, és a lakossági fórumon valaki megkérdezte tőle, hogy és a miniszter úr mit szól ehhez, hogy akkor most újra felvettük a tárgyalások fonalát a valuta alappal, és a miniszter úr visszakérdezett, hogy mihez mit szólok. Mert hogy nem tudta. Tehát aznap 16 óra 5 perckor jelentette be az MTI, hogy tehát elkezdjük a tárgyalásokat a valuta alappal, és 16 óra 50 perckor, amikor elhangzott ez a kérdés, a kormány minisztere nem tudta, hogy felvesszük. Előző este volt kormányülés, informális kormányülés, erről csak ennyit. Tehát azt hiszem, hogy soha nem fogjuk pontosan megtudni, hogy miféle dráma húzódhat meg a mögött, hogy még a kormány a főminisztereit sem informálta, illetve hát nyilvánvalóan a miniszterelnök, meg a gazdasági miniszter, a főminisztereit sem informálta arról, hogy bocsi gyerekek, tehát legalább egy SMS-t, hogy kedves Csaba, akkor tudjál róla, mert ugye Ente Csabáról van szó, hogy tudjál már róla, hogy 5 perc múlva minden másképp volt. Szóval nem, tényleg nem akarom saját magunkat bántani, de azért jelzi, szóval sok mindent jelez, mint abból, ami itt zajlik. Tehát újra, tehát szögezzük le, újra vereséget szenvedtünk, tehát ne szépítsük, tehát még egyszer családi körben vagyunk, legalább magunknak ne hazudjunk, újra vereséget szenvedtünk, és egyelőre azt se tudjuk, hogy mekkora vereséget. Mert hogy eltelt 5 hónap, és egyelőre nem, hogy nem fejeződtek be a tárgyalások, hanem azt se tudjuk, hogy elkezdődnek-e, és ha elkezdődnek, mikor, meg milyen, hát azt akartam mondani, hogy milyen feltételekkel, szerintem azt az egyet tudjuk, semmiféle. Tehát ez nem tárgyalás lesz, hanem diktátum. Ez teljesen nyilvánvaló. Tehát a tárgyaló küldöttség, tehát mondjuk Fellegi Tamás esélyei ebben a helyzetben körülbelül akkorák, mint Aponyi Albertnek voltak ott annak járt. Szegény ugye le is mondott, ezért aztán nem ő
írta alá, azt majd meglátjuk, hogy Fellegi Tamás is lemondott, hát tulajdonképpen ő is lemondott már a miniszterségéről, és azért lett főtárgyaló, de jó, tehát szögezzük le, újra vereséget szenvedtünk, és nagyjából ugyanaz, amiatt szenvedtünk vereséget, mint mondjuk 1848-ban, vagy 49-ben, meg 1956-ban, azért szenvedtünk vereséget, mert elhittük azt, akkor is elhittük, mármint az elődeink, 1848-49-ben és 1956-ban elhittük azt, hogy egy új kormány az megoldást hoz a folyamatokra. Majd Batthyány Lajos vezetésében megalakul a felelős magyar minisztérium, ahogy akkor a kormányt hívták, majd Nagy Imre vezetésével létrejön az új kormány, és a dolgok jóra fordulnak. Hitte, naívul a nép, és nem sok idő kellett ahhoz, különösen 56-ban, hogy kiderüljön, hogy nem, attól sajnos nem fognak jóra fordulni a dolgok. Az új és jobb kormány a szükséges, de nem elégséges feltétele a dolgok jobbra fordulásának. Ahhoz, hogy a dolgok jóra forduljanak, az egész hamis pusztító rendszert kell megváltoztatni. Csak hogy 1848-ban is és 1956-ban is kiderült, hogy abban a pillanatban, amit az új kormány hozzányúl a rendszerhez, a birodalommal találja magát szemközt. És kiderül, hogy a rendszer nem a miénk. A rendszer a birodalom kompetenciájába tartozik, ahogy elegánsan mondanánk, és abban a pillanatban, amit valóban meg akarjuk változtatni, ezt a valóban pusztító rendszer, abban a pillanatban közvetlenül szembe találkozunk a birodalommal, és hogyha előzetesen, és ez is egy nagy tanulság, nem utólag kapkodva, hanem előzetesen nem próbálunk stratégiai szövetségeseket találni, akik segítségével esetleg tartani tudjuk magunkat, akkor annak a biztos bukás lesz a következménye. A lázadásunkat vérbe folytják, eltörlik, és nagy valószínűséggel még annál is rosszabb helyzetbe löknek minket vissza, ami ahogy előtte voltunk. Tehát most már szinte biztosra vehető, hogy a valuta alap diktátuma, azt nem is tudjuk pontosan, hogy ez a diktátum mikor és milyen körülmények között fog majd hatályba lépni Magyarországon. A valuta alap és Európai Unió diktátuma gyakorlatilag az országot legalább olyan rossz helyzetbe löki vissza, mint ahonnan 2010-ben indult, de könnyen lehet, hogy még annál is rosszabb helyzetben, bizonyos értelemben véve nem túlzás azt sem állítanunk, vagy legalábbis készültnek kell lennünk arra, hogy ez egyúttal az egész választási időszak, tehát 4 éves ciklus sorsát megpecsételi, mert ebből nagy valószínűséggel az is következik, hogy az ország népessége legalább 80%-ának, a vesztes többségnek 2014-ben sem lesz semmivel jobb az anyagi értelembe vett helyzete, mint 2010-ben volt. Ami azért életveszélyes, mert az elmúlt 20-25 évben minden politikai erő végzetes módon azt állította, hogy ő és csak is ő képes az anyagi javulását, az anyagi felemelkedését ennek a társadalomnak megalapozni, és csak erre építette azt a valamit, amit politológia legitimitásnak nevez. Vagyis magyarán szólva, higgyétek el nekem, én tudom megoldani azt, hogy majd jobb anyagi helyzet, majd jobb, ugye ezt a Kádár Jánosi, majd jobb, 33 éve ezt halljuk, hogy majd jobb, úgy lett majd jobb, hát ismerjük ezt a történetet, hogy a mai bérek, ez 140 ezer forint, a havi nettó átlagkereset, ez hajszál pontosan annyit ér, mint 1978-ban az a 3600 forint. Mert ugye 38-szorosa, de mivel az árak is 38-szorosra nőttek, legyünk őszinték, ma 140 ezer forintért ugyanazt a szánalmasan szerény áru és szolgáltatás tömeget lehet megvenni, és tök mindegy ebből a szempontból, hogy de most már van plazma tévé meg egyéb, mert ha nem akarsz éhen halni, azért nem plazma tévét fogsz venni folyamatosan. Hát azért, részben azért is került ebbe a helyzetbe a magyar társadalom, mert hitelből vett plazma tévét. De visszatérve, a dolgot tovább súlyosbítja az, hogy ráadásul, erről tavaly is beszéltünk, 500 millió felett van a havi legnagyobb kereset. Tehát a legnagyobb havi fizetés, amit SZIA-val vallanak be. Tehát tudjunk róla, hogy van 500 millió forintos havi fizetés is, illetve valamivel 500 milliót meghaladja. És azért ez egy kicsit felfelé húzza az átlagot, tehát az átlag, ezt mindenki tudja itt Szekszárdon is, az átlag 110 ezer forint körül van. Tehát ma a vidéki Magyarországon 200 óra nehéz fizikai munkát kell végezni havonta ahhoz, hogy valaki 110 ezer forinthoz jusson hozzá. 110 ezer forintból Magyarországon pedig ma egy szerencsés és viszonylag enyhe tél esetében talán megoldható az, hogy se az éhhalál, se a fagyhalál ne fenyegesse közvetlenül az ember, de slussz.
ennyi az egész. Tehát a legalapvetőbb, tehát hogy ne fagyjak meg télen, és ne halljak éhen, ezt lehet 110 ezer forintból. És ez ma Magyarország. Ez ma Magyarország. Az, hogy mi, akik itt vagyunk ennél feltételezhetőleg egy kicsit, nem sokkal, egy kicsit kedvezőbb helyzetben vagyunk, ez ne vigasztaljon meg minket, ez ma Magyarország, a 110 ezer forintos fizetések világa. És erre mondják az elitek azt, hogy hát még ez is sok, hát azért kell most egyre másra, továbbra is mindenféle megszorításokat hozni. Nem szégyellitek magatokat, hogy még mindig ennyi, hát sürgősen le kell még ezt is tovább vinni. És ne legyen semmi kétségünk afelől, hogy meg is fogják tenni, hogyha hagyjuk. Tehát megint pontosan ugyanolyan helyzetbe keveredtünk, mint amilyenben voltunk, és azt az alapvető kérdést, hogy újra és újra miért szenvedünk vereséget, és miért lehet minket visszalökni annál is rosszabb helyzetben, mint ahogy voltunk, ezt kellene valamilyen módon megválaszolnunk. És a válasz megtalálásának sajnos csak egyetlen módja lehet, és még egyszer mondom, a léleképítő azért fejezi ezt ki a lehetőségben, mert ez az egész dolog, ahogy az imént a Kádár Jánossal való 81-es, Larosier 81-es beszélgetésével kapcsolatban is mondta, az alapvető okai mi magunk vagyunk. A mi magunk lelki, erkölcsi és szellemi restsége és képtelensége arra, hogy pontosan lássuk a világot, ami körülve, gyerekek, ma is zajlanak ilyen Kádár Jánosos beszélgetések, és ma se figyelünk oda. Ma ugyanúgy nem veszük észre ezeket a... semmit nem látunk azokból a háttérbeszélgetésekből, amelyek ma ugyanolyan pusztító módon alapozzák meg a következő mondjuk 15 év kifosztását az országnak, mint ahogy 81-ben ez a Kádárral zajlott beszélgetés megalapozta az azt követő azóta eltelt, illetve mondjuk elsősorban a 89-90 óta eltelt kifosztás. Tehát újra és újra azzal kell szembesülni, hogy minden rossz, ami történik velük gazdasági értelemben, népesedési értelemben, az egészségünk elpusztítása, önpusztításunk értelmében, az azért történik, mert hagyjuk. Mert hagyjuk, hogy ez történjen velünk. Persze a beszélgetés során általában meg vissza szoktam kapni erre joggal kritikaként, hogy jó, ezt a tanár úr már sokszor elmondta, sokszor hallottuk, és igaza van a tanár úrnak abban, hogy mindez azért van, mert hagyjuk, de azt is mondja meg a tanár úr, hogy hogyan ne hagyjuk. Hát persze, ez a döntő kérdés, és ezért jövünk össze az ilyen szeretett közösségében, hogy hogyan ne hagyjuk. De szeretném rögzíteni, hogy ez a tudás nem olyan, hogy egyszer csak mennyi mondnaként, ez persze többféle áthallás van ebben, közben rájöttem, mindegy, ezen is érdemes elgondolkodni, tehát ez nem készként fogjuk megkapni, ezt nekünk kell, ez ugye úgy szoktam mondani, hogy a gondviselés megsegít minket, de a gondviselés csak a mi bátor és becsületes cselekedeteinken keresztül tud megnyilvánulni. Tehát ezt nem úgy fogjuk megkapni, hogy elégedetten hátradőlünk és várjuk, hogy ez magától megvalósuljon. Tehát ehhez sajnos tudomásul kell lenni, hogy a maradék nemzetnek, tehát ennek a körülbelül félmillió embernek óriási erőfeszítéseire lesz szüksége ahhoz, hogy létrehozzuk azt a nemzetstratégiát, amely azt írja le, hogy hogyan ne hagyjuk, hogy folyamatosan, hogy kormányok, politikaiok jönnek, mennek, és az ország népe kifosztásának a mechanizmusai legfeljebb még súlyosabbakká válnak, mert most éppen megint ez történik. Tehát a döntő kérdés az, hogy a lelki, erkölcsi, szellemi talapzatunk roncsoltságának miféle mozzanataiban fedezhetjük fel azokat az okokat, amelyek ezt újra és újra megerősítik, és mit és hogyan kellene tennünk annak érdekében, hogy ebből a helyzetből kikeveredjünk. És akkor a végére érve most már elnézést, hogy sokkal hosszabbra nyúlik, mint szerettem volna, még néhány dilemmát azzal kapcsolatban, mielőtt nekivágunk annak a nem könnyű feladatnak, hogy akkor összerakjuk azt, hogy mit és hogyan kellene cselekedni. A néhány dilemmát szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, félreértés ne essék, abszolút nem azért, lehet, hogy úgy hallatszik majd talán, azért előzetesen, azért vagyok kénytelen mentegetőzni, hogy részben talán úgy hallatszik, mint ugye ezzel mindenkit szeretnék lebeszélni a cselekvésről, abszolút nem erről van szó, éppen ellenkezőleg buzdítani szeretném magunkat a cselekvésre, csak megint szeretném megismételni azt, amit az imént vagy az elején mondtam, hogy ennek a cselekvésnek viszont összehangoltak, végiggondoltnak és összehangoltnak kell lenni, mert hogyha nem végiggondoltan és nem összehangoltan cselekedünk, akkor csak újabb káosz lesz. És ezért nagyon alaposan meg kellene vizsgálni azokat a dilemmákat, amelyek még előttünk állnak, mielőtt cselekedni szeretnénk. Az első és legfontosabb kérdés, amire már többször utaltam, az az, hogy tisztázni kellene azt,
hogyha elkezdünk cselekedni, mert valóban ütött az óra, a cselekedet ez így nem megy tovább, tehát újabb és újabb, egyre súlyosabb kifosztást van, alapvetően cselekedni kell. De a legelső kérdés az az, amire már céloztam, hogy de ki fog cselekedni? Ki az alanya? Ki fog cselekedni? A cselekedni nem általában kell, hanem meg kell tudni fogalmazni, hogy mi az az emberi közösség ma Magyarországon, amelyik valóban cselekedni tud. És hogyha igaz az a feltételezés, hogy nem több, mint 500 000 azoknak a száma, akik tehát világosan látják, akikben ész és erény, tehát kellő tudás és elszántság van, tehát az körülbelül 500 000, akkor ebből kellő következtetésekre kell jutni. Akkor lehet azt mondani, hogy igen, ez a 500 000, ez ma a nemzet, és ez fog cselekedni, mert ennek van tudása is, meg bátorsága is, rendben van. De akkor végig kell gondolni azt, hogy mi történik közben, tehát hogyan visszük át az akaratunkat a másik 7,5 millióra, mert ha nem tudjuk átvinni az akaratunkat, abból csak káosz származik. Tehát végig kell gondolnunk azt, és legyünk őszinték, nem működnek egyelőre a magyar nemzeten belül, a 500 000-s magyar nemzeten belül sem, azok a nemzeti stratégia készítő műhelyek, ahol világos válaszunk volna arra, hogy igen, gyerekek, mi vagyunk a nemzet, mi fogunk cselekedni, és van világos képünk arról, hogy ezt az akarati ívünket hogy visszük át a többiekre. Mert át kell vinni, hogyha mi hiszünk abban, hogy nekünk van igazunk, akkor ki kell találnunk azokat a mechanizmusokat, amelyek segítségével rábír, mert ha nem tudjuk rábírni, és éppen az ellenkező irányba, vagy ezerféle irányba akar rohanni a maradék 7,5 millió, akkor még egyszer mondom, abból csak káosz lesz. Tehát tisztázni kell, hogy hogyan fogjuk átvinni akkor a helyén való nemzetstratégiai akaratunkat arra a 7,5 millió emberre. Valószínű Orbán Viktor is számot vetett ezekkel a folyamatokkal, csak az elmúlt 2 év azt látszik bizonyítani, hogy nincs, nem működik. Ott sem, a kormányon belül sem működnek azok a mechanizmusok, amelyek ezt az alapvető kérdést végig gondolnák, hogy ki cselekszik, illetve hogyha a többség nem is érti pontosan, hogy miről van szó, mert hogyha igaz ez a feltételezés, akkor a többségről azt kell mondom, hogy nem érti, és nincs elszántsága sem arra, hogy adott esetben mondjuk áldozatokat vállaljon mindezért. De akkor végig kell tudni gondolni, hogy mi történik akkor, amikor hát feszültség keletkezik a kétféle akarat között. A többség azon akarata között, hogy maradjon minden a régiben, mert elképzelhető, hogy adjátok vissza a globalon nyalókámat, ahogy szoktam mondani, tehát lehet, hogy a többünk eltöröljük az RTL, meg egyébként meg visítva követel, hogy adjátok vissza, mert nem bírok meglenni nélküle. Most azért nem karikatúrának látszik, de ezek azt hiszem teljesen reális kérdések. Hát és mi van akkor tényleg? Vagy mondjuk úgy döntünk, hogy igenis fel kell mondani az egész adósságot, és mi vállaljuk ennek a következményeit, és a döntő többség, meg mondom, 10 perccel ezután a negatív következmények hatására visítva követeli tőlünk, és miszlikre aprítja mondjuk azt a kormányt, amelyik valóban ezt a logikát képviseli. Tehát az első döntő fontosság a kérdés, hogy ki fog cselekedni, és hogyha aki cselekszik, kisebbségben van, már pedig legyünk őszinték, kisebbségben van. Tehát nem tud, a nemzet ma kisebbségben van, tehát ha a nemzet kezd el cselekedni, és csak akkor van értelme ennek az egésznek, ha nemzet kezd el cselekedni, akkor mindenképpen végig kell előtte gondolnia, hogy a nem nemzetre, tehát aki még nem, persze, és ezzel párhuzamosan, vagy egyik szavamat a másikban elöltsem, ezzel párhuzamosan az intenzív térítői tevékenységünket is meg kell szervezni, mert ebben nem szabad belenyugodni, hogy ma 500 000 a nemzet, és ennek a 500 000 embernek sok minden, elnézést, egyéb teendője mellett is hihetetlen intenzitással térítői tevékenységet kell végezni. Ha egyszer elbitangolt 7,5 millió nemzettársunk, akkor minden erőnkkel azon kell lenni, hogy visszatérítsük őket. Csak ráadásul, és ez még tovább bonyolítja a történetet, még egyszer mondom, nem a cselekvésről akarok senkit lebeszélni, csak arra próbálom felhívni a figyelmet, hogy mielőtt elkezdünk cselekedni, van itt néhány nagyon kemény kérdés, hogy rendben van, térítünk, ezt többé-kevésbé tesszük is a hétköznapok során, vagy próbáljuk tenni, de amikor próbáljuk tenni, mindnyájan átéljük azt, hogy ez azért nem egyszerű feladat. És azért nem egyszerű feladat, mert ezt bizony kizárólag csak szelítséggel, türelemmel és alázattal lehet végezni. Na, abból aztán meg, hát sok mindenből van kevés, de mindnyájunkból legyünk őszintén, szerítség, báne ezekben a térítői tevékenység, legszívesebben oda mennénk, jól megráznánk, hogy ugye vagy, nem tudod felfogni, hogy jó, de most legyünk őszintén, ez is egy lehetséges eljárásmód természetesen, de azért legyünk őszintén,
nem valószínű, hogy ebből egyetlen pillanat összeomlik, és akkor 5 perc múlva már teljes mértékben a nemzethez lesz tartozó. Tehát szelítség, türelem, alázat. De hát a szelítség, türelem, alázat esetében meg hát nem lehet pontosan prognosztizálni, hát az tart, ameddig tart, mindennek rendelt ideje van, azt majd akkor fogunk oda elérni, ha a Jóisten, tehát a teremtés legbelső akarat, ez egy szakrális tett. Hát ugyan mi volna a legszakrálisabb tett a térítés természetesen, ennek következtében megvan a szakrális íve, rendelt ideje van, és akkor is úgy fog végbe menni, ahogyan azt a teremtő jónak látja.